szeptember 13-án mutatjuk be, lesz egy előben mutató jelentében, és ez egy hétfői, nem is annak a hétnek a végén, jól emlékszem, 18-a, amikor az évadóval az hagyományos premier bérlet nézheti majd meg. Hát ez egy világhírű francia vígjáték, egy francia vígjáték irodalomnak óriási múltja van. Az egész darab lényegében a francia vígjátéki struktúrát követi híven, tehát egy nagyon erős struktúra, tehát vannak itt működőképes szerkezetek, tehát hogy hány ajtó kell egy zárt teremben, hogy megfelelőképpen nagy keveredések tudjanak történni. Szoktak időként falak is elfordulni ebben, nem ebben csak van egy átrendezés, egy adóellenőrző letételése miatt gyorsan leakasztják az értékes képeket, de tehát itt is mozog lényegében, változik a fal, és nagyon fontosak a jellem komikum. Tehát vannak benne nyilván szituatív poénok, több kelege, vannak szó poénok, az van kevesebb egyébként, tehát a verbális vicc. Inkább a jellemek ütköztetésében, és nagyszerű helyezik a terem, hiszen ugye az egésznek az az alapja, hogy előkelő gazdag emberek azzal szórakoznak, hogy úgynevezett furcsa embereket gyűjtenek össze, és ezeket meghívják gyanútlanul valamilyen ürüggyel, és azon röhögnek, hogy mennyire balfácánok, mennyire hülyék az és aztán ez önmagában nem túlságosan szép szokás. Elgondolkodtató, ugye, hogy miért is csinálnak ilyet az emberek. Ugye valami pótcselekvés, tehát van valami baj az életükben, amitől nem akarnak beszélni, de van valami, amit kompenzálni szeretnének. Mert aztán végül szépen, hogy ez rendben szólt, kiderül, hogy ez a balfácán, aki most nem is a vacsorára jön, hanem előbb felhívja a főszervező a lakására. Hát ez nyilván össze-vissza csinál mindenféle dolgot, de azért, mert jó szándékú. Belekeveredik a főszervező magánéleti bonyodalmainak sorozatába, megpróbálja őt jó szándékkal megmenteni, és bár nem feltétlenül, nyilván ő is egy ügyetlen ember, tehát, de az ügyetlenségének a fő téma az, hogy a hazugság környezetében akar jót csinálni az emberekkel, és ez csak rosszra vezet. Viszett változás, tehát átfordul egy ágy, kiesik egy fal, most ebben is van, de ez a kép átrendezés a két felvonás határán, amikor jön az apek ellenőrzés, hogy gyorsan meg kell szabadulni az értékes festményeket, tehát itt is megjelenik ez a dolog. De nem, még egyszer mondom, hogy nem ezek oldják meg, hanem igazából a szituációk és a jelenleg. És azért nehéz, mert ugye két beszél, ami a szituáció fölfalja a figurát, vagy az, hogy a figura fölfalja a szituációt. És ebben kell nagyon jó arányban. És mikor egy ilyen szerelmi annak számít, hogy ezért van a alapvető probléma. Tehát nem az erkölcsi feltámogatás, hogy Balfár számol csoda. Az inkább féltékeny egyébként, mert a fiú társaság az erősebb. A kambuli, mint az, hogy ő. Tehát ez is egy konfliktus. Nem az, hogy milyen szerelmes szegény tisztelettelen, mint a jó asszony. Nem. Egy gyakorlat nem. Hát nem. És senkinek. Senkinek. Édesem, mit jöttél vele? Ment a derekam. Na ne. A zuhanyozás közben fel akartam venni a leesett szoppantét. Ez a monument is tudálatosan előtt. Hát itt még egy hosszú év után és egy este állatott. Ez itt rúgvágó, hogy ott volt, hogy ki ott a szárnyék szíve. Ezt jól megcsináltam. Mondd csak, hogy most itt van. Igen. Álsám volt. Azt mondják, fantasztikus. Az egy csígi, te hideg. Én mindig azt hittem, hogy a egészen meleg. Én is. De Arsámba azt mondta, hogy jeget. Iszolva. Egy úgy viszit, légy szíves. Igen. Vegyél ki két kockát a hátalból. Nem adod a vacsorát? Nem. Miért? Miért? Néztél
Ársámbolt alkod állítva felül, hogy ott lehetsz. Hol az Istenben marad ilyen sokáig fél, hogy mocora így érte magát? Hiszem nem igaz. Csak nem akarsz elmenni erre a szerencsétlen vacsorára. Kezdjük újra. Nem fogsz itt pofákat vágni neked, csak mert egy kicsit szórakozni merészek. Súlyosan tolok a dolog, figyel. Ez az egész vacsora, ez a része a lényegnek, amit nem szeretem. A légszerelmére mit vétettem, hogy a sport ez az a része, hogy ezt együtt bevél, ez az a része a lényegnek, amit nem szeretem. Megpróbáltam elérni telefonot, de addigra már elmúlt. Végtelenül sajnálom bele. A vacsorát elkapja azt. Balasszok, én sajnálom. Nagyon együtt érzek önnel. Egy ilyen Gary Stylerom nem tréfadó. Az egész igább hosszantó, de nem tragédia. Jövő szerda, szabad átulatani van? Jövő szerda az 24-re. Igen, szabad vagyok. Nem, azt hiszem az 23. 23? Igen, akkor is szabad vagyok. Várjál, csak ha 18, akkor az 25. Ah, 25. Jó, oké, semmi gond. Tökéletes, csak hogy... Ahhoz a barátokhoz megyünk, aki ma este jönni volt neki. Hát ez aztán igazán kedves. Ha már nem sikerül, jövő szerdán nem szavazhatjuk el. Milyen ital szavazottam? Hát, de ne is ennyit köszönöm. Talán mennem is, ha nem érzi jól magát. Nem, de rendben. Amikor nem mozog, nagyon is elvisel. Jöjjön le, persze, egy kicsit cserélni. Ja, igen. Az imént hallottam az ünnepőzőjét. Ja. Hallottam a rajzgázat. Ja, igen. Megpróbáltam olyan eredeti szöveget összehozni.